Újabb megszorító intézkedésektől tartanak Görögországban. A lakosság egy része szerint egy uniós megállapodás kedvezőtlenül hatna a gazdaságra. A kormány tagjai úgy vélik, hogy mindent megtettek az egyesség érdekében. A görög kormány kezdetek óta a megállapodásra törekedett, és hajlandó kompromisszumokat kötni, mondja a reformokat kidolgozó tárca nélküli miniszter, aki szerint úgy kell újraéleszteni a gazdaságot, hogy közben a terheket nem szabad a szegényekre hárítani. A közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy egy újabb megszorító csomag súlyos következményekkel járna. 5 év válságos időszak után úgy néz ki, hogy ismét a recesszió felé mehet a gazdaság, véli egy egyetemi tanár. Szerinte mindez bizonytalanságot okoz, és a görögök egyre inkább az unió ellen fordulnak. Az Euronews aténi tudósítója jelenti. Amennyiben Tsipras miniszterelnök megegyezik a hitelezőkkel, akkor sem oldódnak meg a gondjai. Miután visszatér majd Brüsszelből, szembe kell néznie a keményvonalas baloldali párttársaival, akik ellenzik azt a megállapodást, amely miatt lehet, hogy további megszorításokat kell majd bevezetni.